mit adott a DK 12 év alatt Magyarországnak? A legfontosabb, hogy mit ad most a reményt, hogy lesz kormányváltás. Köszönöm szépen! Egy fővárosi moziban tartották meg a Demokratikus Koalíció 12. születésnapi rendezvényét, ahol Gyurcsány Ferenc a párt elnöke nagy bejelentést tett. A DK ugyanis egy mobil applikációt hozott létre a kormányváltás érdekében. Erről kérdeztük a pártelnököt. És jó, másfél évvel kezdtünk el ezelőtt dolgozni azon, hogy ma ide tudjunk hozni egy olyan ajándékot, amit azt hisszük, úgy tudjuk, hogy ilyen ajándékot a világon még senki nem adott. Másfél év munkája után örömmel mutatom benneknek a Demokratikus Koalíció mobil alkalmazását, a DK Plus-t. Hogyan szolgálja egy mobil applikáció a kormányváltást? Mi a cél ezzel az egészen? Ugye valójában a kormányváltás végső célnak a segítése. Részint, hogy egy helyen legyen minden olyan információ, ami a DK-t, az ellenzéket megismerni vágyó szavazók számára fontos lehet. Nem kell különböző honlapokon keresgélni. Kettő, hogy kapjanak olyan gyakorlati és elméleti támogatást az ő közéleti munkájukhoz, amelyben hasznos lehet. Hogyan érdemes beszélni másokkal, akik nem értenek veled egyet. Mi az igazság, hogy az oktatásban mi működik, mi nem? Tehát szakpolitika is, de még főzési tanácsok is vannak a történetben. Hogyan tudsz kisebb-nagyobb csoportokat létrehozni, részt venni ebben a dologban? Mindenfajta közéleti és nem közéleti játék, hogy verseng a többiekkel. Valójában egy közösséget építünk, amely hát ezt a lehetetlen állapotot részint meghaladó módon nem tesz bennünket kiszolgáltatottá a kormánymédia akaratának. És ugye, hogy itt visszajelzéseket is lehet küldeni, lesz majd lehetőség arra, hogy akár a DK tagok a, nem tudom, 2026-os listaállításnál, vagy bármilyen ilyen párton belüli tisztséget, akár ezen az applikáción keresztül döntsék el? Ugye, mi vagyunk szerintem az egyetlen párt, ahol például a pártelnököt az összes DK tag választja, és eddig is elektronikusan választotta. Tehát nem küldöttek, akik majd ott megbeszélik egymással, hogy én a te jelöltedre, te meg az enyémre fog szavazni, hanem ahány DK taghoz mind szavaz. Ez nálunk működő gyakorlat most is. Természetesen, most már terem egy csomó funkcióval, izgultunk, hogy készen legyünk. Tavasz vége óta zajlott ez a fejlesztés. És folyamatosan új elemek és fejlesztések lesznek. Nézze, amit nem nagyon fognak szeretni, az úgyis meghal magától. Amire meg igény lesz, azt meg a kollégák fejlesztik, csak bírjuk, hogy mondjam, ésszel, innovációval, meg pénzzel.